mit gondolsz, a teljes harmonikus kiegyensúlyozott élethez szükség van alkoholfogyasztásra? Vagy lehet a élet teljes alkohol nélkül is? Naívnak tűnik a kérdés. Azért kérdezem, mert úgy látom, hogy az emberek választják az alkohol, de hogy nagyon nagy a kockázati oldala az alkoholnak. Igen. Hogy igen. Hogy lehetne ezt az egészséges arányt belőni? Így van, hát ezt nem tudja senki, ezen nagy vita van. A tudománynak nincs erre válasza? Hát a tudománynak annyi válasza van, hogy veszélyes szer és jobb lenne tartózkodni. Van egy olyan mondás az amerikai térben, hogy ha most fedeznék fel, akkor gyógyszer lenne, és cseppekbe adagolnák. De van egy olyan magyarázat is, hogy ha most fedeznék fel, akkor ez a FDA, a Food and Drug Administration, amely Amerikában nagyon szigorú a gyógyszerek forgalmazatában, akkor nem engednék forgalomba hozni. Tehát ez egy veszélyes szer. Igen ám, de viszont erre azt mondja a társadalomtudomány, hogy hát annyira benne van éppen az italos, a társadalom rituális, szakrális rendszerébe, ugye hát a vallási szertartásoknak is része, szakrális rendszerébe beívódott alkohol annyira része a kultúrának. Továbbá a modern élet, a szervezeti élet, az önmagára utaltság, a teljesítmény, a kultusz, a teljesítmény társadalom, stb. Olyan koncentrációt követel az embertől, hogy kellenek ilyen szerek. És valamennyire... És ezt nem vehetjük el az emberektől. Igen, hogy valamennyire ezt meg kellene engedni, és inkább bánni kellene tudni vele. Most itt van egy óriási vita, és például ugye nemzetközi fórumokon is a Világegészségügyi Szervezet és a számos szakmai szervezetek az alkohol visszaszorítását ajánlják a társadalmakban, kicsit a dohányzáshoz hasonlóan, tehát azzal a mechanizmussal, csak mondjuk a dohányzással kapcsolatosan nehéz jót mondani. Az alkoholnál mondogatják, hogy azért végül is a tápanyag az a szervezetnek előnyös hatásokat is nyújt. A dohányzásnál ezt tulajdonképpen ott valami haszontalan élvezet van benne. Bár azért az alkohol pozitív hatásai is helyettesíthetők mással. Tehát, hogy ugyanazt, amit az alkoholnak tulajdonítunk pozitív hatást, azt azért más módon is elérhetjük tulajdonképpen. Így van, csak talán nem ilyen gyorsan, nem ennyire megszokottan, nincs a mindennapi életben ennyire belekötve, nincs egy ilyen mértékű termékgazdagság. És ugye a viselkedés, a leginkább bizonyos olyan együttlétformák, kommunikációs alkalmak, közös lelki állapotok lehetnének, amelyek megadják azt a relaxációt, vagy azt a felhangoltságot, amit az alkohol ad, de ezek nehezebben, munkásabb módon. Ha most hirtelen az világ összes alkohola eltűnne a földről, akkor azt mondod, hogy az emberiség egy kicsit megzavarodna? Kibillenne egyfajta egyensúlyi állapotból? Kommunikációs zavarok támadnának, felborulnának, ritusok, szertartások, bűködő rendszerekben zavar keletkezne, vagy ez túlzás? Hát ez így túlzás, de hogy nem egyszerű, arra két nagy példa mutat, az egyik az amerikai szesztilalom, a másik, ami még durvább volt, a gorbacsovi időszak. Az egyértelmű, ugye, hogy a társadalom szerkereső hajlama egy olyan bűnözési hullámmal válaszol a szerhiányra, ami a társadalom egész hát szervezetét, struktúráját megzavarhatja. Ez az oroszoknál is látszott. És a másik az, hogy a feszültségek egyébként is
megmutatkoznának, illetve a szerpótlás mérgezéses következménye, ugye évente 11 000 metil alkohol halál és körülbelül 100 000 ilyen alkoholpótló házi kábítószer vagy ilyen szer pótlás halálesete volt ebbe a Gorbacsovi. Szemben nem vehetjük el az emberiségtől ezt a játékszert, csak úgy, mert hogy annak súlyos következményei vannak. Igen, hanem... én szerintem nem reális, hogy azt mondja, hogy elvenni. Azt kellene, amire ezek a nemzetközi szervezetek törekednek, hogy olyan, mint ahogy a dohányzás se tudják elvenni végül, csak olyan következetesen szorítják vissza, és ezzel lassan csökkentik a használat mértékét, hogy ennek látható jó eredményei vannak. Ezt a politikát kellene az alkoholnál is követni. A társadalom képes lehet arra, hogy annyira felfokozza magának az alkoholfogyasztásnak az irracionális mi voltát, hogy maga az egyén dönt úgy, hogy ezzel inkább nem akar élni? Hát igen, igen. Éppen ez nagyon jó megfogalmazás annak, amit akartam mondani, hogy ez olyan cél, amiben minden szakember megegyezik, hogy annyira tudni kellene, hogy az alkohol mit jelent, és milyen károkat okoz, és hogy bizonyos módon hát milyen kis mennyiségben is nagy károkat csinál, például, hogy mi itt beszélgetünk, és ha most meginnánk egy deci töményet, semmi bajunk nem lenne, elképzelhető, hogy nem vennék észre, más naposságot se éreznénk, de amikor megyek hazafelé az autóval innen, akkor ennek nagyon nagy bajai lehetnek. Eddig alaposan átbeszéltük és átgondoltuk, hogy mi is az a helyzet, amiben a magyar társadalom van, és mi is az a helyzet, amiben az egyén van. És talán egy a műsorunk vége felé közeledve fontos lenne átgondolni azt, hogy milyen kiutak vannak az egyén számára. Hát itt vagyunk, ahol abba hagytuk a zene előtt, hogy azt kéne elérni, hogy az egyén tudatosítsa, hogy veszélyes szert használ. Mellékhatásokkal bíró gyógyszert fogyaszt, és meg kell figyelni önmagán a negatív következményeket, és akkor, ha kiderül, hogy rendszeresen fogyaszt, ha keveset is, de rendszeresen fogyaszt, mert szükségét érzi, és ha a szer nagyon jól hat, ugye a Macska a forró háztetőn című darabban van egy alkoholista, aki ugye egy jelenetben mondja, több italt megiszik, és hogy neki addig kell inni, míg jön a kattanás, mondja, és akkor beáll a jó hangulat. Szóval valaki ilyet észlel, akkor már a kötődés veszélyes állapotait észleli. Ha azt érzi, hogy kicsit is tünetek jelentkeznek, tehát álmosság, fáradtság, alvászavar, a fejfájás, stb., akkor már ismét azt kellene tudatosítani, hogy... De azokat, ezt, hogy ezt észrevegyem, ez kéne egy tiszta fej, de a fejem nem tiszta, mivel hát, iszok, ezért hogy veszem ezt észre? Nézd, ezt aki észre már annyira iszik, hogy ugye az már egy ilyen vicc téma, hogy valaki csak egyszer rúg be, aztán rátölt. Vannak egyébként 10 000-es nagyságrendben ilyen emberek is, de azért a legtöbb ember mégis az esetek, vagy az idő nagyobb részében nem iszik. Tehát van módja azt megismerni önmagába, hogy miért, hogyan iszik, és tudatosíthatja, hogy ebből baj lehet, és szerintem, amikor ezen elkezd valaki töprengeni, akkor esetleg nagyon hamar észreveszi, olyankor is, mikor azt hitte volna, hogy ő teljesen ura az italnak, hogy már elkezd tőle függeni. Most nagyon sokat lehetne segíteni egymásnak, tehát ez egy megelőzési irányvonal, az a kortárs segítés, hogy egyes embereket, különösen azokat, akik már ezen túlestek, kiképeznek, aztán mindenki elkerül orvoshoz. És sokszor már a szervezetén vagy a viselkedésén vannak olyan jelek, amikből észre lehet venni. Tehát úgynevezett korai
kezelésbevétel, vagy a rövid intervenció, az a orvosi és egyéb szakmai, segítő szakmai találkozások során. Szóval akkor el kell kezdeni uralni a helyzetet. Most itt is megoszlanak a filozófiák, van, aki a teljes abstinencia híve, közegészségügyileg úgymond, vagy népegészségügyileg a fogyasztás csökkentését, illetve a káros fogyasztás leállítását már komoly eredménynek tartjuk. És ez nagyon nagy számban el lehet érni, tehát 9-11%-ban szakszerűen végzett első, többnyire 15 percnél nem hosszabb ideig tartó tanácsadás ezt el tudja érni. Ezt a tanácsadást egy hozzátartozó ezt képes megcsinálni? Tehát... Hát a hozzátartozó azért nem, hanem a professzionális ember, mondjuk az orvos, mert ezt hozzá kell tenni azt a szakvéleményt, hogy látszik rajtad, hogy látszik a leleteiden, hogy látszik a gyerek problémáján, mondjuk a családgondozásban, családi tanácsadásban, hogy a családban van. Na jó, de ezt mondjuk egy hozzátartozó is vissza tudja jelezni, vagy nem veszi olyan komolyan az érintet? Hát a hozzátartozó is vissza tudja jelezni, rendszerint vissza is jelzi, csak hát azt ugye azt mondja erre, hogy nem, hát én tudom, mit csinálok, nekem az nem árt. Hát visszatudják, hát minden családban visszajelzik, hogy autóba ülsz, ne így áll, de nekem az nem árt, az az egy sör, és így tovább. Szóval kell, persze, hogy a rokonok is sokat segítenek, hát ugye a szenvedélyterápiában mindig élünk a tekintélyszemélyek, a családi tekintélyszemélyek bevonásával. Tehát minden eszközt érdemes felhasználni, érdemes lenne egy olyan kultúrát kialakítani, ahol az emberek egymásnak segítenek. És voltak éppen nagyon sok esetben, hát a kezelésnek is meg kellene kezdődni, mert nagyon sok ember már mire eljut oda, hogy szembesül a problémával, már akkor már nem tud önmagába kiszállni. Tehát mikor én az alkoholügyben szerves ilyen megelőző és kezelés szervező munkát végeztem, akkor nagyon szerettem volna az ittas vezetésen ért és utánképzésre kötelezett emberek számára egy alkoholterápiás rendszert szervezni. Mert a saját praxisomban azt láttam, hogy a ittas vezetés miatt megbüntetett emberek sokszor olyan hirtelen és sokszerű szembesülést éltek meg, hogy elmentek terápiába, és nagyon jól lehetett velük dolgozni, mert a jogosítvány és az autóvezető képesség a mai embernek olyan fontos életfeltétele, hogy hirtelen racionálissá vált idézve. És ehhez abban kell egy érzelmi katarzis, hogy ez a... Úgy látszik, igen, egy szembesülés. Hogy tehát, igen, hogy valamilyen igen, érzelem, igen, nagyon intenzív, igen, megélése. Ha igen, nem is autóbalesettel, nagy Isten, vagy jogosítvány elvétele, a környezetük, a függő környezetében élő képes ezt a katarzis kiváltani? Lehet mesterséges, hát amit az érzelmeket felkelteni valakiben, hogy... Katarzis, ezt nem tudjuk szabályozni, hogy kiben hogy van, de nagyon sok ember megdöbb, hogy mit csináltam, mondjuk például megveri a gyerekét italosan, és akkor ezen emiatt meg, vagy visz egyszer csak áttéli, hogy a élettársa mit él át mellette, vagy hogy látja. Szóval ez is szokott, de sokszor, a legtöbbször ilyen durva, sokszerű események, vagy a betegség maga, tehát az, hogy hoppá, megbetegedtem az alkoholtól. És ilyen is van, hogy ez a tünet, ez egy alkoholos gyomorhurut, vagy egy alkoholos, ugye nagyon sokszor láttuk, nekem volt egy osztályom, ahol igyekeztünk ilyen korai kezelésbevételt, és például, hogy ilyen ideggyulladást kaptak
alkoholos neuritiszt, neuropátiát, és akkor ez nagyon megdöbbentett, hogy nem tudta mozgatni a kezét, vagy elfekszik például a kezüket, ez nagyon gyakori, több tucat ilyen eset volt. Aztán ez a hazatérés utáni magányos ivás, az azt jelenti, hogy a rendszerint már ilyen krónikusan fáradt ember akkor elalszik, és akkor például több ilyen eset volt, hogy kiömlött a gáz, és akkor átörték az ajtót, és ott aludt részegen. Magas társadalmi állású ember, nagy tekintély, tudós, orvos, stb. És akkor hát ez egy olyan döbbenet volt, hogy egy addig titokba tartott. Tehát általában már a felismerés kezdeteit mutatja, hogy a veszélyes ivásnál a titkolózás már mindig jelen van. Ugye a nők ivásánál ez majdnem mindig jellemző. Tehát, hogyha mondjuk egy család tabu témaként kezeli az alkoholfüggőséget, akkor csak... Jelent, hogy tudják, hogy... Illetve lassítja a folyamatot, mert hogy nehezebben szembesül, nehezebben él meg az egyén egyfajta katarzist, ami hát esetleg... Igen, ez is benne van, de talán amikor ez átszakad, akkor jobban megéri. Szóval látszik, ezekből az elmondott példákból látszik, hogy nagyon nehéz szembeszállni, hárítjuk a dolgot, és akkor ott vagyunk az eredeti fogalmnál, hogy irracionálisan viselkedünk, mert már tudjuk, hogy ez nem jó, hogy ez árt nekünk, de nem tudjuk kiváltani ezt a hatást. Uh-huh. És akkor már baj van. Most erre szoktak tanítani ilyen technikákat, pszichotechnikákat, relaxációs tréninget, aztán imaginációs és egyéb feszültségoldó módok. Tehát ha megvan a felismerés, akkor jön úgy, tulajdonképpen a tudatos munka, ami igen, idő, energia, igen, koncentrációt igen. És ami általában nem megy könnyen, és majdnem rendszeres a visszaesés. És a dolog hasonló a drogokhoz, csak ugye a drogoknál meg tulajdonképpen a drogosok azok, akik rohannak bele a szenvedélybe és a pusztulásba is, mert annyira kell nekik, ugye ilyen kóros sóvárgás, vágyakozás van, illetve a hiánytünetek kínozzák. Alkoholnál is van a hiánytünet, tehát ugye például ennek a reggeli ívásnak sokszor nem csak az a motivációja, hogy éber legyen, vagy legyen munkakedve, hanem az is, hogy ne remegjen a keze. Tehát általában reggeli ívás szükséglet tünet oldására az nagyon komoly függőséget jelent. A felépülés melletti elköteleződés előmozdítására milyen technikák, módszerek léteznek? Amikor már az egyén felismeri, hogy itt tennem kell, nincs mese, hogyan tudom az ő elköteleződését, a lelkesedését felébreszteni, fenntartani? Vannak erre technikák? Vannak, igen, és hát szóval van egy ügynet motivációs beszélgetés technikája, amikor mintegy a racionalitást erősítjük, és ugyanakkor érzelmileg támogatást nyújtunk, segítjük az elhatározását, segítjük a különböző szövődmények, a visszaesést növelő kockázatok kikapcsolását. Ezek jó módszerek, de mindenképpen egy folyamat, ami ki lehet jönni, mert hiszen egy ilyen hosszú és, mint ahogy beszéltünk, sokáig észrevétlen kötődési tanulást és biológiai hozzászokást kell visszafordítani, és ugye akkor előjönnek mindazok a problémák, amiket lefettünk, amiktől a depresszión van, amitől a szorongásom van, ami miatt nyugtalan vagyok, amiatt nem jó a közérzetem, az önértékelésem is, amit megpróbáltam az itallal megoldani, az akkor előjön, és akkor sokszor, ja, kicsit sokszor alkoholistáknál is van olyan, és ilyen hétköznapiaknál is, tehát az alkoholista fogalom azért rossz, mert ugye ez már egy züllött, önmagát elhagyott ember. A mai ember úgy alkoholista, hogy minden kötelességének eleget tesz, de hát nem tudja az érzelmi
képességeit. Ki akkor őt hogyan neveznénk, ha nem alkoholistának? Hát most azt úgy nevezzük, hogy ugye alkoholfüggő, vagy pedig azt mondjuk, hogy kóros és veszélyes mértékben ivó. Uh-huh. És akkor vannak egyéb szinonimák, hogy rendszeres ivó, vagy kockázatos ivó. Tehát akkor nem stigmatizálunk, hanem megint a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, és arra, hogy ez egy irracionális dolog. Be kell sajnos fejeznünk a beszélgetést, az időnk az nagyon elszaladt, én nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál. Én talán azzal a gondolattal fejezném, vagy zárnám le ezt a ma esti beszélgetésünket, amit itt korábban említettél, hogyha ma találnák fel az alkoholt, akkor gyógyszer lenne, és csekkpekben adagolnák. Én minden kedves hallgatónak javaslom, hogy ezt nagyon fontolják, csak cseppekben, hogy fontolják meg. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóknak köszönöm, hogy velünk tartottak, és két hét múlva természetesen fogunk itt újra találkozni.